Na, elég sokáig tartott, mire rászántam magam, de most rá vagyok számva. Szóval hello mindenkinek, én vagyok a Farkas. Hello. Amit éppen láttok, majd mindjárt, az a Deepin Linuxnak az indítója. A 15.3-nak teljesen pontosan. Ismeretlenokból itt most bénázik egy kört, mindegy. Na szóval a Deepin Linuxból próbáltam, ez egy hiba üzenet volt, igen. Hibamentesen előadni valamit, hogy... Hát hogy is mondjam csak, legalább bemutassam, hogy mi a pálya. Ez ugyanaz a hiba még egyszer. Nem tudjuk, mi a hiba, egyszerűen csak van és megy tovább, tehát nem gáz. A fórumon leírtak szerint valószínűleg a SATA kábel a hibás, de hogyha hibás a kábel, akkor úgy, hogy betölt a rendszer, mindegy, ebben nem menjünk bele. Szóval, ez itt a Deepin Linuxnak a bejelentkezési képe. Hát egy kicsit elfelejtettem bekapcsolni, ez lesz majd itt a hangszórónk, jó? Na szóval annyit előjáróban, hogy ez egy kevert rendszer, jó? És mint minden kevert rendszer, annak van egy adminja, ő majd eldönti, hogy te milyen frissítéseket akarsz a saját gépedre, és hogy... Te neked ilyen ügyintézni valód nincs az ügyben, úgyhogy használd a rendszert, azt így ennyi. Tehát frissítés kezelőt, illetve beállítások, ezeknek a dolgoknak a beállítását nagyon nem kell megkeresni. Na szóval, legyen kicsit egyszerű a kép, jó? Tehát ez valahogy úgy néz ki, hogy van egy másolt monitor, mert ez a kettő ugyanaz, meg van egy olyan monitor itt a szélén, ami külön van. Tehát a Deepin most úgy gondolja, hogy van kettő monitor, ez meg ez, és a két monitoros kijelzőnél, például dual head, az így tök jól néz ki, csak a harmadiknál egy bukta van, hogy ez a kettő ugyanaz. Beírjuk ezt a nagyon bonyolult jelszót, és betölt a rendszer. Amikor a rendszer betöltött, akkor már három monitor van. Tök jól, nem bírom lealakítani. Mindegy, már le van alakítva. Kicsit vacog a gombja, mindegy. Itt már felismeri a három monitort. Tehát itt már van három. A problémát itt az jelenti, hogy a többi rendszertől eltérően nem lehet őket a helyére tenni. Tehát ahogy itt van, úgy van itt. Úgyhogy ha neked ez a dolog nem tetszik, akkor meg kell fognod a monitort, és át kell tenni oda, ahova a sorrend szerint tenni kell. Tehát van neki egy ilyen beállítási menüje is. Mindjárt. Igen, itt van. Ezt azért megmutatom, elég durva. Ja. Tehát, ez itt az ő beállítási menüje. Ja. Van egy olyan, hogy felismerés. Ja, mert tud magyart ez az új rendszer, az előzők nem tudtak, ezt benyomjuk. És akkor lehet lenni DisplayPort 3 vagy DVI 0, igen. De nem lehet húzni. Hiába próbálom arrébb húzni őket, nem lehet. Itt van egy olyan, hogy kiterjesztett, oké. Okay. Egyéni beállításokat lenyomod is. Puff, eltűnt. Ah, átkerült ide. Figyelj, de nem tudod elkapni, mert ha benyomod itt is, akkor ugyanúgy nem történik semmit, tehát nem lehet arrébb húzni, jó? Semmit. Van olyan, hogy csak ezen a monitoron, csak azon, vagy csak a harmadikon, vagy hogy melyiket szeretnéd, az egyéni beállításokon semmi nem történik, meg ez? Semmi. Van engedélyezve, nincs engedélyezve, nincs... Egyszerűen nincsen megszabva az, hogy ki után jön. Mint a többi rendes rendszerben nem lehet odahúzni a helyére őket. Hoppá. Na, ez egy ilyen vicces művelet volt. Eltűnt teljesen a vezérlési menü, úgyhogy... Na, szóval ott elmegy az egér balra, és itt jön be, jó, középsőn. Elmegy itt balra, és utána az utolsó ne jön be, tehát hogy... Fú, haver, tehát tényleg oda kell tenned a monitort, ahol annak helye van. Na jó, lássuk a start menüjét, ezt a főmenüt. A főmenüje a következőképpen néz ki, nem tudom, hogy szépen lehet támasztani ezt a vackot. Mindjárt. Igaz. Nem tud összegálni. Na, ez itt a fő irányító része. Megpróbálok irányítani. Szóval mondani nektek, jó? Nem fogjátok.
Van neki a start gombja, a start gombra erőjön a teljes ablak, hogy mi micsoda, ezt most kikapcsoljuk. Itt van egy olyan, hogy az a desktopnak a megmutatása, ez így angol szöveg, ez is angol szöveg. Ez magyar nézet például, hogy több feladatos nézet, és akkor látjuk, hogy melyiken mi van. Jó, tehát 1-es, 2-es, 3-as, 4 ablak van, ugye, per monitor, de a többit már nem tudja, tehát a többi monitor mind ugyanaz. Következő a fájlkezelő. Ez hasonlít a Dolphinra. Azzal a fájlkezelő van a KDE-be például. Na, annyi baj van, hogy borzasztó csúnyák ezek az ikonok, amik itt benne vannak, de ez talán nem okoz akkora problémát, mindezt ezt becsukjuk. Aztán van ez a Deep In Store. A Deep In Store lenne végül is az ereje ugye az egésznek. Ez olyan, mint az Ubuntu Software Központ. Az Ubuntu Software Központtól eltérően azonban, itt nem csak Ubuntu-s felhasználói dolgok vannak, hanem így bele vannak keverve a saját tuning cuccok. A legjobb megmutatási példa erre ez, a játékok menü, tehát az én Ubuntu-s barátaim pontosan tudják, fejből tudják, hogy mi van benne az Ubuntu-ba, például a Minecraft az nincs benne. A Minecraft úgy van benne, hogy trükköznöd kell, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, és hogyha nagy szerencséd van, és nem keversz össze semmit, akkor elindul a Minecraft ilyen trükkös módba. De helyett szoktam javasolni a Mindtest nevű játékot, ami teljesen natívan fut, és természetesen hibátlan. Például van itt, hogy Android Angry Birds. Van olyan, hogy Stunt Rally. Na jó, menjünk rá az egyik játékra, mint például a Rally-ra. Itt külön van egy olyan gomb, hogy Install, ezt a piros gomb. Itt megnyomom alul, hogy Install, akkor itt fölül elkezd tekerni egy ilyen gomb. Wow, eltűnt. Na, gyere vissza. Tehát itt lehet látni, hogy éppen le akarja tölteni, de mivel fogalmunk nincs, hogy milyen tükörszervert használ, hogy honnan tölti le, ezért letöltési sebességünk olyan, hogy 0.0. Most éppen 34 kilobájt. Nagyon nem kell bízni benne, mert valószínűleg nem fog neki sikerülni. Megpróbáltam egy csomó játékot telepíteni, hát egyetlen egyet sikerült, az egy androidos játék volt, szöges golyós autó, majd mindjárt megmutatom, mindjárt is megtalálom. Lényegesen szebb így egyébként, itt van mi. Ez a Flail Rider, nem biztos, hogy jól mondom. Tehát van egy nagy golyó az autó végén, és akkor hogy húzza az autó, így össze lehet törni a házakat. Tehát nagyjából ennyi az egész, egy androidos játékot kell elképzelni. Ezt elsőre föl tudta telepíteni, valamilyen teljes félreértés folytán. Megint eltűnt. Vagy eszképpel az előbb is visszajött, jó van. Na, 77%, úgyhogy elvileg ez már mindjárt működni is fog. Na, szóval itt van az Android Angry Birds, az Android Plants and Zombies, az Alcheriot az Ubuntu-ból, a SuperTux kárt, az Ubuntu-ból 0AD, NexWiz, SuperTux. Van egy pár androidos dolog, van egy pár androidos, van egy pár Ubuntu-s, van egy pár ilyen, van egy pár ilyen, ilyen keverék így az egész, és fogalmuk sincs, hogy melyiket honnan tölti le, semmiféle beállítás, ja, beállításokról jut eszem. Oké, ez a háttér. Tehát nyomsz egy jobb gombot, akkor hát ugye a fele magyar, fele angol, ez természetesen nem a szoftverfejlesztők hibája, ez a felhasználók hibája, hogy nem szálltak be a magyarításba. 80% körül van a magyarítás. Tózi, az se olyan gáz. Úgyhogy a sarok navigáció után a set wallpaper option az, ami elérhető. Tehát félig angol, félig magyar, és akkor így itt alul megjelenik egy ilyen sávba, hogy milyen háttereket állíthatsz be. És itt a te neked van egy pendrive-od, amin rengeteg sok kép van, meg ilyenek, hát ezt úgy hirtelen történő felindulásból felejtsd el, de rohadt gyorsan, mert egyéni háttereket, hát nem egyszerű, jó? Tehát nem egyszerű. Közben jött egy hangjelzés, hogy sikeresen települt a valami, ezt természetesen rohadtul nem tudjuk, hogy mi. Nagyon nehézkes a hátterek kiválasztása, jó, eszkép. Alt-tab. És látjuk, hogy föl van telepítve ez a Stunt Rally játék, ami természetesen, az mi? Ami természetesen nem Ubuntu-s, hanem androidos, úgyhogy a start menüből elérjük következő opciókat, hogy internet, zene, videó, grafika, játék, iroda. Hát az irodai csomagban ilyen van, hogy VPS, Writer, VPS, Presentation, VPS, Spreadshares,
nem nagyon tudom, hogy micsoda. Ez a VPS-nek a csomagja lesz, de még életemben nem láttam VPS-t, úgyhogy... Hát, hogy az irodai csomagban jobban otthon van, az azért csak képen van, nem? Úgyhogy föl... Ja, Steam! Azt elfelejtettem mondani, hogy amikor föltelepül a Deepin rendszer a gépedre, az első dolog, ami fölmegy, a Steam. Azt utána jön a nagy semmi, mert ugye nem nagyon lesz utána más. Na, úgyhogy... elindult a stuntrálni, ami szerintem tök jó dolog, csak hát... egy verseny, menjünk már. Semmit nem állítottunk be, azt tudom, mivel kell irányítani. Valószínűleg a ASD gombokkal, hát... Wow! Hát ez király volt! Ez jó játék lesz, én már látom. Sangerét nyomjunk már. De most oldalra gurulva kell győzni, vagy ezt hogy kell elképzelni? A W-t nyomom. A W-t nyomom, és fölborul az autó. Megadtak? Üres. Grafikája szép, csak rükklerc. Na ne viccelj, mert a W-ra nem indul az autó. N, rükklerc. De miért borul fel az autó? Jó, ezzel a nézetet váltjuk. Gyönyörű csillogást látunk. Fú, legalább olyan, mint egy Windows XP-s játék. Körülbelül a belső nézet. Fú, ez nagyon jó. Ez már tetszik. Oké, hogy indulunk el? Szerintem menjünk vissza a beállítások menüre valahol. Options. Oké. Input. Fel. Ez a gáz, hogy fel. És a W-vel, mi történik a W-vel, amikor megnyomom, miért borulok föl, te igen okos. Egyes, main, generál. Itt van, V-setup. Tehát, ha felborulok a W-vel, állítom talpra. Aha, jó, akkor az előre menet, N, fék a G. Bal jobb, oké, kézifék, jó. Frost, boost, flip. Flip, a pörgetés, a Q meg a W. Neki, úgy ki is léptem belőle. Ez nagyon megy nekem. Na jó, szóval a single rész, jó? Most már beállítottuk egy N, meg gáz, meg fék, meg minden. Az a zöld, az mit keres ott? Az egy ideális valami ott, amúgy. Azért mentem most ki véletlenül, mert azt próbáltam megnézni, ti látjátok egyáltalán, mit bénázok itt össze? Oh, scuba dive, víz alatti autó. igen, a fizikai engine-re tényleg panasz nem lehet, mert ingyenes játékról beszélünk. Ez teljesen tűrhető. Olyan kicsit, mint egy androidos játék szerintem. Kicsit ilyen androidos játék. Na, szóval. Mindegy, operációs rendszert mutatunk be, nem játékot. Azt akartam mutatni az ügyben, hogy ez egy ilyen keverék, jó? Tehát mindenféle gyártónak megvan benne a saját játéka, mint olyan. Jó? Hol van? Hát, igen. Na jó, szóval nagyjából ezt kell elképzelni euróval, jó? Böngésző. Böngészőből alapértelmezett a Chrome, és itt nincsen VLC. Ez ilyen vicces, nem? Hogy középső monitort kicsit kiadjuk, nem baj. Hát az a monitoroknak az elrendezési hibájából adódott. Tehát azt, hogy a baloldali monitorra más háttér legyen, mint erre vagy erre, hát azt abszolút rohadt gyorsan felés. De ha van Google Chrome-unk, ez teljesen hibátlanul többé-kevésbé működik, nincsen Firefox-unk, telepíteni azt szerintem innen, a Deepin Store-ból, ennek a betöltési ideje a legelső alkalommal az elég véres. Ennél véresebb szerintem a sztálingrádi csata volt. Itt vannak különböző opciók, hogy helyezések, internetfül, chat, zenelejátszás, videólejátszás. Az Ubuntu-ban például ez egyben van. Akkor grafikai programok, játékok, iroda, olvasásra külön, development, ez gyönyörű magyar szó, rendszerbeállítások, egyebek. Azt akartam mutatni, hogy az internet fül alatt, itt van persze a Firefoxunk, meg a Transmission, mint torrent lopó program.
Na tessék. Előtt. Van Dropboxunk, Google Drive, Chromium, az a 32-eseknek a böngészője, ugyan, ami nem a 64-es. Akkor a Mega, a Tor Browser, a hagyma. Google Map, meg a web, e-mail, mit tudom. Ilyen alapvető programok itt vannak, és ez itt tök jó, csak nagyon-nagyon lassan tölt le, és egy csomó minden nincs meg benne. Például rányomsz a játékokra, akkor egy csomó minden nem jön le. Mert hibát dob ki, hogy nem jön le. És ha valamelyik nap szerencséd van, akkor pont az a játék így pont lejön. A felbontásoknál természetesen a játékok alapértelmezetten nem tudják a felbontást, mert a driver, ha atirédonos, akkor nem nagyon árulja el magát, hogyha meg Nvidia-s, akkor meg nem akar működni. Szóval a kettő között nagyon nagy eltérés nincsen. Egyetlen monitoron teljes képernyőbe fut, vagy az A, vagy a B monitorokon, úgyhogy elvileg működik, gyakorlatilag meg a franc tudja. Tehát egy ilyen rendszert kell elképzelni, aztán hát most van, akinek tetszik, van, akinek nem. Nekem például nem tetszik az összevisszasága, hogy bele van keverve egy csomó minden más is, nem csak az Ubuntu-s rendszer, tehát nem egy Ubuntu háttértámogatású rendszerről beszélünk, hanem ilyen nagy keverék az egész. A másik pedig az, hogy a magyar nyelv. Hát a magyar nyelv az olyan borzasztó elmaradott még benne, hogy rengeteg munkát igényelne, és azok, akik ezt a videót most megnézik, azok nem fognak gyorsan a hajukhoz kapni. Azonnal takarodjunk segíteni fordítani, mert ez nem egy ilyen dolog. A Deepin Linux-ba a videó lejátszást a Deepin film csinálja, mint Deepin Movie. Elvileg teljesen hibátlan is lejátszó program, annak ellenére, hogy hát ezt még olyan nagyon nem ismerjük. Tehát nincs benne az a rengeteg sok opció, mint a tessék, kinyitottam egy ilyen vezérlő fület, és így most tele van körülbelül. Ez a lejátszási lista akart lenni, szerintem csak valamilyen okból az most nem sikerült. Úgyhogy elvileg ez egy gyengített VLC, úgyhogy remélhetőleg tud mindent. Hát aztán meg ki kell próbálni. Kodekek elvileg vannak benne, aztán nem tudni. Így néz ki a hangerőszabályzó, ilyen, mint a gázsütőn a tekerő. Ez a hangerőszabályzó, ez a kibekapcsoló, az a beállítások, a böngésző, a filmlejátszó. Elvileg valahogy ilyen zenelejátszó is, mint a Amarok lejátszó a KDE-hez, vagy a többi rendszerekhez is megvan a saját zenelejátszója. Elvileg hibátlan. Jó? Tehát beleépítve van egy csomó olyan dolog, ami tök hasznos, ha van. Jó? Ennyi hátránya van, hogy a hátteret ne akard megváltoztatni, pláne ne egyénire. Azt meg pláne ne akarja, hogy változtassa a hátteret, akkor hát például így néz ki az óra. Tehát rányomsz az órára, akkor látod így rendesen, mert ebből a pici bolhaszarból én meg nem mondanám, hogy hány óra van. Tehát nem hatékony. Jó. Fele magyar, fele angol. Meg hát a halálom. Persze a három monitor elrendezésének hiánya. Tehát össze-vissza elrendezi, hogy éppen eszébe jut, és az úgy is marad. Tehát fizikailag be kell tenned a monitort a helyére, hogy szépen egybe képet kapjál. És természetesen akkor se fogsz egybe képet kapni, hanem hát ha nagyon kemény. Felbontást, így kell válogatni a felbontást, hogy melyiknek milyen felbontása legyen, mert azt én tudom ám fejből, hogy melyik hol van. Tehát nagyon, nincs túlzottan ez össze gondolva ez a dolog. Engedélyezés a monitoron, és ki lehet venni, hogy kikapcsoljuk, stb. De haver, nagyon véres. Át lehet tenni a monitort, van ilyen egy szerkesztés, azt most találtam meg. Tehát 0, 3, 2. Na jó, 0. Puff, hova lett? Ha most dicsértelek meg, hogy át tudom tenni a monitort, erre összeomlasz. Hogy rohadjál. De azért megküzdök vele, mert osztott. Az a baj, hogy jobb oldali monitoron küzdök, az már nem is látjátok. Tehát itt vagyok fenn. Itt. És most sikerült egymásra pakolni két monitort, és nem bírom őket leválasztani, mert eltűnt a szerkesztés. Vágod? Tehát nincs. Itt van. Na végre. Nagyon jó, szerkesztés. Egy. Jó, DisplayPort hányas? Jó, természetesen fogadna. Persze, pixel pontossággal, ez az. Alkalmaz. Jó,
És most? Szerinted? Eltaláltam. Hát akkor a király. Na, oké. Tehát most egybefüggő képet látom. Na, hát akkor szerintem szaladjunk ki a hősök terére koszorúzni. Akkor ezt is megértük. Ezt azért bemutatom, mert azért az nagy eredmény. És itt átrébb hozom az állványomat. Jó, kis türelmet kérek szépen. Az állványt ezért kell átrébb hozni. Lássadok a teljes képet. Jó. Jó. Szóval megnyitunk egy fákezelőt. És akkor így, ahogy mutatom, hogy át lehet vinni. Jó? Tehát így kialakult már az egybe kép, csak itt is van csalás. Tehát, hogy a monitorok így egymásra takarnak, és akkor ez elveszi a hátteret ebből, az elveszi ebből, és akkor most megy a balé. Ez elvileg azért van, mert én rontottam el. Mert egymásba érnek a monitorok, de... Oké, most megint nincsen szerkesztésem. Tehát... Na, és akkor érted? Nincs szerkesztés. Tehát, halló, áttenném, mert itt látom, hogy itt hiba van. Ne, semmi bazdmeg. Ez valami döbbenetes. Ne. Visszaállítás, sikeresen visszaállítva. Hova? Mert egy pornófilmben látnánk azt, hogy visszaállítás, akkor az más jelent, de így ez nem fog menni. Jó? Ez nem megy. Ez egyszerűen nincs erre felkészítve. Jó? Tehát ez arra van felkészítve, hogy laptopon fut, és akkor azon tök jól lehet szórakozni, de így Affinity-re ez nincs felkészítve. Jó? Tehát... Na lássuk, szóval... Hát úgy mindent egybevetve... Ez a Deepin... Ez egy jó kis rendszer lenne, de rengeteg banánéja az, ahol ő elcsúszik. Az első banánéja az, hogy nem egy összeszedett valami, ami át van gondolva, hanem van, ezt most így elképzelem, hogy van egy 10 fős koreai brigád, mert ugye ez egy koreai, japán vagy kínai ötlet volt, hogy ezt csináljuk meg, csak valamiért, ugye, ismert okok miatt, ez abszolút sikeresnek tűnt, és rengetegen belevágtak, hogy tegyük bele az Ubuntu-t, tegyük bele az androidos dolgokat, tegyük bele ezt, tegyük bele azt, és a végén keletkezett egy ilyen halmaz, és ez az, amit most látunk, hogy mindenki beletette azt, amit ő jónak gondolt, és így gyúrtak egy ilyen egybegolyót. Ami egyfelől jó is, egyfelől nem is jó. Aki elvárja az Ubuntu stabilitást és sebességet, hát ez most szerintem itt nagyon mellé fogott. Aki meg elvárja azt, hogy engem nem érdekel, mi van a géppel, csak működjön rendesen, és én nem nagyon foglalkozom játék dolgok, amíg ilyeneket, és egy kicsi laptopot használok, amit irodai célokra használok, esetleg megnézek egy jó pár YouTube-os videót, vagy én szeretek mondjuk a Facebookon flash animációkkal játszani, akkor neki ez egy ideális rendszer például. Annyi hátránya van, hogy mivel a kezelési menüje ilyen alternatív, vagy ilyen finoman fogalmazzak, ezért a gondolkodás módját meg kell érteni, és hogyha ez megvan, akkor már téged az se zavar, hogyha fele angol. Úgyhogy összességében nem egy rossz rendszer ez a Deepin, csak a logikáját meg kell érteni. Ennyi az egész. Úgyhogy használja, aki szeretné, és vegyen részt a magyarításával, hogy lehessen ez is.